Sziasztok! Ma a koordináta geometria témakörében a körrel fogunk foglalkozni, pontosabban, hogy hogyan tudjuk felírni majd a körvonalat, azaz ezt hívjuk mi a kör egyenletének a felírásának. És továbbá azt is fogjuk vizsgálni, hogy melyik körvonalhoz melyik egyenlet fog tartozni. Először is tisztázzuk azt, hogy mi a körnek a fogalma. Ugye a kör azon pontok halmaza a síkban, amelyek egy adott ponttól egyenlő távolságra vannak, és ha vizsgáljuk a derékszögi koordináta rendszert, akkor tudnunk kell, hogy egy kör helyzetét meghatározza a körnek a középpontja, azaz legyen adott egy K-kör, ugye ez a K-körvonal, és annak legyen egy K-U-V koordinátákkal rendelkező középpontja. Valamint a koordináta rendszerben a kör helyzetét meghatározza még a körnek a sugara, azaz ez az R, és fontos azt még ide írni, hogy az R-nek mindig nagyobbnak kell lennie nullánál, azaz negatív előjelű sugár, ugye a józan paraszt észre is belátjuk, hogy olyan nincs. Fontos még azt tisztázni, hogy ugye van nekem egy köröm, KUV középponttal, K körvonallal, sugárral, és ugye a köröm mindig van egy P pont, általában a feladatok mindig ezt keresik, ezt kérik, és fontos tudni, hogy ezt a P pontnak és annak koordinátáit. Itt fontos megjegyezni azt, hogy ez a P pont, amely XY koordinátákkal rendelkezik, akkor és csak is akkor illeszkedik a K körünkre, ha KP távolsága, ugye azaz a K a kör középpontja, és P pontnak a távolsága megegyezik a sugárral. Ugye ilyenkor kell nekünk eszünkbe jutni a két pont távolságánál tanultak, a két pont távolságára vonatkozó összefüggés. Ha felelevenítjük, ugye AB egyenlő, ha eszünkbe jut, gyök alatt, B1 minusz A1 a négyzeten, meg B2-ből A2 a négyzeten. Fontos megjegyezni, csak így ismétlés során, hogy ugye az A pontunknak, két pont távolságának, ugye az A-nak itt a koordinátája az A1, A2 volt, a B-nek pedig a koordinátája a B1, illetve a B2 volt. Tehát ezt a két pont távolságára való összefüggést másként megfogalmazva, egy R-sugarú, ugye itt az ábrán egy R-sugarú, K középpontú kör definíció szerint a sík azon PXY koordinátákkal rendelkező pontjainak a halmaza, amelyek a K-tól való távolsága R-rel egyenlő. Tehát, ha én ezt még egyszer felírom, tehát a KP távolságára vonatkoztatva, úgy tudjuk itt az ábrából mi ezt a két pont távolságának összefüggését felhasználni, hogy ugye gyök alatt X minusz U a négyzeten, meg Y minusz V a négyzeten egyenlő a sugárral. Ne felejtsük el, ugye felhasználtuk, hogy U, V a körnek a koordinátája, a középpontjának a koordinátája, a P-nek ugye a koordinátája az X és az Y volt. Ugyanezt csináltuk, ahogy a két pont távolságánál tanultuk, csak más betűkkel helyettesítettük. Tehát, ha én ebből kiindulok, és vonatkoztatom én a körre, akkor azt kapom, hogy a kör egyenlete x minusz u a négyzeten, meg y minusz v a négyzeten egyenlő r négyzet. Ha én ebből gyököt vonnék, ahol itt, ahogy az előbb tennék, akkor nem r négyzet szerepelne itt, hanem r, ez teljesen mindegy, ezt rátok bízom, melyik képletet használjátok, csak értsétek, hogy
ha gyököt vonunk, akkor ugye itt R fog szerepelni, ha így hagyjuk, akkor R négyzet. De majd a feladatok során erre kitérünk, illetve figyelünk rá. Nézzünk is egy konkrét feladatot. Írja fel a 3-4 középpontú kettő sugarú kör egyenletét. Kapásból, ahogy megszoktuk már, fölírjuk a kör egyenletét, amit tanultunk. X minusz U a négyzeten, meg Y minusz V a négyzeten egyenlő R négyzet. Akkor tudjuk ebből a képletből, nem árt mindig tudatosítani és frissíteni, hogy a kör középpontjának a koordinátája az U és a V, a körön lévő P pont koordinátája pedig az X meg az Y. Na hát akkor most felírjuk a kör egyenletét. Ugye 3-4 volt a középpontja, amit megadtak, akkor X minusz 3 a négyzeten. Hogy miért írtam minden 3-ot, minusz 3-ot, hol egy 3 szerepel? Azért, mert az képletben minusz U szerepel, és ha behelyettesítem én ezt a 3-at ide, hogy X minusz plusz 3 a négyzeten, ugye az X minusz 3 a négyzeten lett, plusz Y minusz 4, hiszen itt is minusz van, minusz 4 a négyzeten, egyenlő 4-gyel. Ha a másik képletet használom, ahol gyökvonás van, ugyanezt le lehet írni X minusz 3 a négyzeten, meg Y minusz 4 a négyzeten, és ha használom a gyökvonást, akkor bizony ennek ugye 2 lett a sugara. Ez is jó, meg ez is jó. Ugye itt lehet választani. Ne felejtsük el, hogy ebből a képletben az X mindig a körön lévő P pont koordinátáját jelenti, az X és az Y, a kör középpontjának koordinátáját pedig az U és a V jelenti, ahogy itt ugye felírtunk. Nézzük a következőt. Olvassuk ki a következő egyenletből a kör középpontjának koordinátáját és sugarát. Most egy kicsit visszafele megyünk. Ebből x minusz 1 a négyzeten, meg y plusz 5 a négyzeten egyenlő 3. Kapásból tudjuk, ugye, kell nekünk tehát a körnek a középpontjának a koordinátája, illetve kellnek a körnek a sugara. Ebből kiolvashatjuk azt, hogy a körünknek a középpontjának a koordinátája az 1 lett, illetve a mínusz 5, mert ha én a mínusz 5-öt ide visszahelyettesítem a körnek a egyenletébe, azt még egyszer felírom, nem árt ismételni, akkor láthatjátok, hogy itt mínusz V van, tehát, ha én a, és itt ugye eredetileg plusz 5 szerepelt, és ha mínusz 5-öt én ide beírom, mínusz 5, mínusz mínusz 5 a négyzeten, ugye, mínusz, mínusz, az plusz lett, ezért lett itt ugye plusz 5, y plusz 5 a négyzeten, tehát itt mínusz 5 lett a V a körnek a középpontjának második koordinátája, az R pedig, láthatjátok itt, hogy 3, akkor az R-re gyök 3 lesz, mivel ha itten az eredeti képletben, eredeti feladatban megadottak szerint itt gyökvonás lenne, akkor az R simán 3-at írhattam volna le, mivel itten csak ugye az az R négyzetes felírás látható, akkor az R az gyök 3 lett. Menjünk tovább. A kör sugarának és középpontjának megállapításával fogunk foglalkozni, úgyhogy kapunk egy feladatot, amelyben ez a másodfokú egyenlet szerepel, x négyzet meg y négyzet mínusz 4y egyenlő 0. Ebből kell nekünk majd felírni a körnek az egyenletét. Na, hogy is fog ez működni? Az első és legfontosabb mindig az ilyeneknél, hogy csoportosítsuk a tagokat. Azaz, az x-eket egy helyre, meg az y-nokat is egy helyre kell pakolni. Ebben csak egy x-es tag szerepel, x négyzet, meg y négyzet mínusz 4y egyenlő 0. Nem sok pakolgatni valunk van.
A második lépés ilyenkor a teljes négyzetté alakítás. Azaz, eszünkbe kell jutni az A plusz B a négyzeten összefüggés, vagy az A minusz B a négyzeten összefüggés. Felírom ide őket. Ennek az összefüggésnek kell majd eszünkbe jutni. Térjünk rá a feladatra. Itt van egy X négyzetes szak, ebből kell majd nekünk most egy teljes négyzetet összehoznunk. Hogy is működik az? Ugye, egyszerűbb lenne, ha itt X négyzet plusz 1X szerepelne, vagy 2X, akkor már jobban meg tudnám mutatni ezt, hogy is működik, de majd a következő feladatban majd lesz olyan is. Az X négyzet azaz az X plusz 0 a négyzeten. Fontos mindig ilyenkor visszaellenőrizni magunkat, hogy ugyanazt kapom-e, mivel azért van itt 0, mivel itt nincs olyan, hogy X négyzet plusz 4X. Ugye abból már egy teljes négyzetet így kapásból tudnánk reálni, mivel itt nincs egy X-es tag, ezért biztos, hogy a B-s tagom 0 lesz, mert ha én ezt kibontom, akkor X négyzet plusz 2-szer 0 szor X plusz 0 a négyzeten, elég hülyén jön ki, hülyén néz ki, azt kapom, hogy X négyzet 2-szer 0 szor X az 0, 0 a négyzeten 0 X négyzetet kapom. Tehát megkaptam a föntit. Plusz megyek tovább. Itt van ez, y négyzet mínusz 4y. Ebből kell egy teljes négyzetet kihoznom. Látom, hogy itt a 2ab tagom 4y, ugye ez már 2-vel meg van szorozva, akkor tudom, hogy itt az y mellett a 2-es fog állni. Y mínusz 2 a négyzeten. Fontos mindig kibontani önellenőrzésként. Y négyzet mínusz 2-ször 2. Először y, ugye kétszer a szor b, plusz b négyzet, azaz 4. Ha én ezt szépen összerakom, y négyzet mínusz 4y, hoppá, ugye megkaptam a 4y-omat, ami az eredeti feladatban is van, de van nekem egy plusz 4-em, amit bizony nem hagyhatok ott, ezért én ezt a plusz 4-et ebből az y mínusz 2 a négyzetemből kivonom, hogy ugyanazt kapjam, mint az eredeti feladatom. És ezt fogom ugye egyenlővé tenni nullával. Na már most megkaptam, én már hasonlít a körnek az egyenletéhez ez. Egyszerűen csak át kell pakolnom, tehát most itt a nullát én azt itt hagyom, hogy jobban ki lehessen olvasni. X plusz 0 a négyzeten, meg y mínusz 2 a négyzeten, egyenlő 4-gyel, mivel ezt a mínusz 4-et átvittem a jobb oldalra. Na, ez már teljesen úgy néz ki, mint a kör egyenleténél tanultak. Kapásból kiolvashatjuk, hogy a kör középpontjának koordinátája a 0, illetve a 2 lett, a sugara pedig a 2. Ezzel meg is oldottuk ezt a feladatot. Nézzük a következőt. Ez is olyan, hogy ebből kell felírnunk nekünk a kör egyenletét, illetve az a kérdés még ilyenkor, hogy létezik-e, lehet-e ez az egyenlet majd a körünknek az egyenlete. Akkor először is csoportosítsuk őket. Az X-es tagokat egymás mellé fogom én most pakolni. Egymás mellé pakoltam. Na most jön a négyzetté alakítás, a teljes négyzetté alakítás. Ugye itt van egy X-es tag, itt meg vannak az Y-os tagok. Teljes négyzetté fogom én most ezt alakítani. Biztos, hogy az első tag az X plusz, ugye itt egyszeres szorzó van, hogy 1-szer X, és ugye a 2AB, ahogy a A plusz B a négyzet, ennek a második tagja az a kétszer az A szor B, itt egyes szorzó szerepelt, akkor biztos, hogyha én az 1/2-et 2-vel meg fogom majd szorozni, akkor 1x-et fogok kapni, ez lesz majd a négyzeten. Még mindig csak itt járunk az x-es tagnál,
én ezt kibontom, mindig bontsuk ki ellenőrzésképpen, hogy majd mennyit kell elvennünk, hogy ugyanezt kapjuk meg, hogy semennyivel se legyen több az egyenletünk, ne legyen fals a megoldás. Kibontjuk x négyzet, kétszer a b, ugye felírom, 1 2 x x, meg ugye 1/2 a négyzeten, az 1/4 lesz. És ha ezt én szépen rendezem, x négyzet, ugye ez meg x, ugye ugyanazt kaptam, de van egy plusz 4-es tagom, ezért nekem ebből ki kell vonnom 1/4. Haladunk tovább, most itt járunk. Ennél is ugyanaz, mint a párjánál, y plusz 1/2 a négyzeten, mert ha én ezt megint kibontom, y négyzet plusz 1/2 x y, ugye 2ab plusz b négyzet, azaz 1/4, és ugye ez nem más, mint y négyzet plusz y, itt járunk még mindig, de van egy fölös 1/4-es tagom, amit innen ki fogok vonni, hogy ne kapjak rossz eredményt, semmivel se legyen több vagy kevesebb, mint az eredeti, amit megadott a feladat. És most még mindig itt járunk, plusz 36. Akkor szépen rendezzük az egyenletet. A számokat, azokat összevonom, tehát rendezem ezt az egyenletet, x plusz 1/2 a négyzeten, meg y plusz 1/2 a négyzeten, meg 142/4, mivel a mínusz 1/4-ből 1/4 az mínusz 2/4, meg 36, ha ezt elvégezzük, akkor 142/4-et kaptunk, egyenlő 0. Na már most nekünk ugye ilyen alakra kell hozni, x minusz u a négyzeten, meg y minusz v a négyzeten egyenlő r négyzet, ezért x plusz 1/2 a négyzeten plusz y plusz 1/2 a négyzeten egyenlő mínusz 142/4. Hoppá, de mi már a elején tisztáztuk azt, hogy az r-nek mindig nagyobbnak kell lennie nullánál, és ugye látjuk azt, hogy itt r négyzet szerepel, tehát itt biztos, hogy pozitív tagot kellene, hogy kapjunk, de nem azt kaptuk, így ez az egyenlet nem lehet a körnek az egyenlete. Fontos tisztázni tehát, hogy egy kétismeretlenes másodfokú egyenlet akkor és csak akkor lehet a kör egyenlete, ha teljesül az, hogy a másodfokú tagok együtthatója megegyezik. Ez meg is egyezett, hiszen mindegyiknek, az x négyzetnek, y négyzetnek is azonos volt az együtthatója, azaz 1. Nincs benne vegyes szorzat, azaz x-szer y tag nem fordul elő, és az egyenletet átalakítva, x minusz u a négyzeten, meg y minusz v a négyzeten egyenlő r átalakítás során azt kaptok meg, hogy az r pozitív szám lett. Na már most az előző feladatban mínusz 142/4 kaptunk, mínusz előtaggal, tehát az korán sem pozitív, ezért nem lehetett az, hogy az az egyenlet a körünknek az egyenlete legyen. Fontos ezt a három szabályt megjegyezni. Menjünk tovább. Nézzük meg ezt a feladatot. Adjuk meg az x négyzet meg y négyzet mínusz 4x plusz 2y egyenlő 31 egyenletű kör középpontjainak koordinátáját és sugarát. Ez az első lépés, ezt már gyakoroltuk. Most jön egy újdonság, hogy határozzuk meg a kör koordináta tengelyekre illeszkedő pontjainak koordinátáit. Akkor vessük magunkat bele ebbe a feladatba. Ugye itt van a körünknek ez a másodfokú kétismeretlenes egyenlet, másodfokú egyenlet.
És először is meg kell állapítani, hogy ez a kör egyenlete-e, és ugye itt felírom x minusz u a négyzeten, meg y minusz v a négyzeten egyenlő r négyzetet kell ebből majd csinálnunk. Gyűjtsük össze először is az x-es tagokat, ahogy azt javasoltam, x négyzetből 4x lesz az x mellett, meg y négyzet, az y-okat egyben, meg 2y egyenlő 31-el. Most jön a teljes négyzeti alakítás, azaz x minusz 2 a négyzeten lesz, mert ha én ezt kibontom, ugye egy 4-es tag volt, magamban megfelezem, az 2-es lett, mert ha én ezt kibontom, fontos a kibontás, nem győzöm önmagamat ismételni, x négyzet minusz 4x, ugye 2ab, megkaptam ezt, plusz 4, igen, ám van egy plusz 4-es tagom, ezért nekem ebből ki kell vonnom. Plusz haladok erre. Itt is van egy 2-szer y tagom, magamba megfelezem, azaz y meg 1 a négyzeten lesz, kibontom gyorsan, y négyzet mínusz 2-szer ab, ugye 2y, megkaptam az eredetit, plusz 1 a négyzeten az 1, de van egy fölös plusz 1-em, ezért én innen ki fogom vonni, ugye az egyenlő lesz 31-el. Na most szépen rendezem én az egyenletemet, x mínusz 2 a négyzetem, meg y plusz 1 a négyzeten, egyenlő 36-a, mert ugye a mínusz 4 meg mínusz 1 az mínusz 5, és ezt ide átvittem, ugye plusz 5, ebből lett a 36. Innentől kezdve már ki tudom olvasni azt, hogy a körömnek a középpontja a 2, illetve a mínusz 1 lett, a sugara pedig, mivel ez R négyzet, ugye, 36, gyök 36 lesz, azaz 6. Kész vagyok az első részével a feladatomnak. Nézzük a másodikat. Ugye úgy szólt a feladat, hogy határozzuk meg a kör koordináta tengelyekre illeszkedő pontjainak koordinátáját, azaz ez a köröm, hol fogja metszeni az X tengelyt, és hol fogja metszeni az Y tengelyt. Tehát az első lépésem az, hogy ugye a köröm az x tengelyt olyan pontban metszi, amelynek ugye a második koordinátája nulla lesz, azaz először is vizsgáljuk, hogy a köröm az x tengelyt hol metszi. Az x tengelyt olyan pontban fogja mindig metszeni a kör, amelynek a második koordinátája nulla, tehát a P pontnak a második koordinátája nulla lesz. Az első az valami szám, ugye x, a másodikat tudjuk, hogy nulla lesz, ha elképzeljük a koordináta rendszert, ugye így van mondjuk egy köröm, nem tudom most arányosan ábrázolni, mondjuk itt van egy kör, ugye, és akkor az első lépés, hogy az x tengelyemet hol metszi, és kapásból tudjuk, hogy ha metszi az x tengelyt, akkor annak a második koordinátája az mindig nulla lesz, el kell csak képzelni. Felírom újból a körnek az egyenletét. Na, ebbe kell majd behelyettesítenünk. Mit tudunk? Tudjuk, hogy a körömnek már megkaptuk, hogy 2 és mínusz 1 lett a koordinátája, a sugara pedig 6. Akkor behelyettesítek szépen. Mínusz 2 a négyzetem, meg ugye, mivel a második koordinátája nulla a P pontomnak, tehát ahol metszi az X tengelyt ez a kör, ezért ez nulla, ezért hogy 1 a négyzeten 36, és ezt szépen nullára fogjuk mi most rendezni. És megoldjuk szépen ezt a
feladatot, ugye másodfokú egyenlet kell, és másodfokú egyenletnek a megoldó kulcsa. Itt van a másodfokú egyenletem, és most megoldom ezt x1-x2-re. Felírom azonra a megoldó kulcsot. És szépen behelyettesítek, és megoldom. X1-re azt kapom, 4 plusz gyök, 140 per 2, és ha én ezt most pofozgatom és csinosítgatom, akkor azt fogom kapni, hogy 4 plusz 2 ször gyök 35, mert ugye a gyök 140-et fel tudom én úgy írni, hogy 2 a negyediken, szer 5-ször 7, ahogy ezt a hatványozásnál már megtanultátok, és akkor kiviszem a kettest, per 2, egyszerűsítek, kapni x1-re, hogy 2 plusz gyök 35. Ez az x1. x2-re is megoldom ezt a feladatot, 4 mínusz gyök 140 per 2. Egyszerűsítek, és itt azt kapom, hogy 2 mínusz gyök 35 lett az x2. Tehát a feladat megoldása x tengellyel vett meccéspont, ideírom, a következő. P1 koordinátája 2 plusz gyök 35, az első, a második pedig a nulla, hiszen az x tengelyt metszi, akkor biztos, hogy a második nulla. Ugye ezekről beszélünk. Itt a P1 mondjuk, itt meg a P2. A P2-nek a koordinátája ugye kijött x2-re, 2 mínusz gyök 35, 0. Ez meg a P2, így kell elképzelni. Kész az egyik része. A következő az, hogy az y-tengelyt hol metszi. Hogyha visszamegyünk az ábrára, ugye az y-tengelyt is itt fogja metszeni egy Q1, illetve egy Q2 pontba. Most ezt fogjuk kiszámolni. Ugye a kör az y-tengelyt metszi, akkor tudjuk, hogy az első koordinátája nulla lesz. Tehát a P-nek az első nulla, most a fordítottja, a második pedig y. Ugyanazt fogjuk végigjátszani, ahogy az előbb. Ugye a körömnek az egyenlete, ide fölírom, x-2 a négyzeten plusz y plusz 1 a négyzeten egyenlő 36 volt. Na, én most visszahelyettesítem az xy-os tagukat azzal, hogy a P-nek ugye most 0 az első, a második koordinátája pedig y. Ha 0 volt, akkor itt ugye az lesz, hogy mínusz 2 a négyzeten, meg ugye a y, azt most fogjuk kiszámolni, meg 1 a négyzeten, egyenlő 36, és ezt megoldom, ezt a másodfokú egyenletet. Másodfokú egyenletet kapunk, és megoldom megoldó kulccsal y1-2-re. Akkor az y1-nek a koordinátája a következő lesz, ha rendezem, mínusz 2-ből. 128-at ugye fel lehet úgy bontani, hogy 2 a hetediken, ezért ki lehet vinni a harmadikont, ugye az mínusz 8-szor gyök
kettő marad, hogy jobban nézzen ki az egyenletünk, csak azért hozzuk ilyen szebb formára, és akkor megoldjuk. Egyszerűsítés után az lett, hogy mínusz egyből négyszer gyök kettő. Ez lett az y1. Nézzük az y2-t, ugyanúgy megoldjuk, mínusz kettő, meg 8-szor gyök 2, ugyanazt fogja kapni, csak más az előtag. Abból lett, hogy mínusz 1, ha egyszerűsítünk, meg 4-szer gyök 2. Tehát az y tengellyel vett metszéspont következő. A q1 a nulla, ugye az első, amit már itt az elején tisztáztunk, mínusz egyből négyszer gyök kettő, ugye ez az y-os tagunk, elég hülyén néz ki, de hát ilyen a feladat. Nulla, és a kettese kijött az, hogy mínusz egy meg négyszer gyök kettő. Ezzel meg is oldottuk a feladatot. Következőekben pedig majd ugyanúgy a körnél maradunk, csak a háromszög körírható kör, illetve a háromszög beírható körrel fogunk tovább menni.